Sziasztok, Norbert vagyok, és üdvözöllek benneteket a csatornámon. Hát, már régen nem csináltam videót. Most úgy érzem magam, mintha ez lenne az első videóm. Szinte lámpalázas vagyok, ahogy abba a kamerába beszélek. Mert az előző videóm óta hát már lassan 6 hónap is eltelt. Azért az a 6 hónap az elég sok idő. Többen kérdeztétek, akár itt a YouTube-on, akár a Facebookon, hogy mi van velem, mi van a csatornával, lesz-e még folytatás. Úgy döntöttem, hogy most megtöröm a csendet, és csinálok egy videót, melyben remélhetőleg választ adok a kérdéseitekre. Hát menjünk csak vissza márciusra. Március 13-a, ha jól emlékszem, akkor az péntek volt, akkor voltam utoljára a munkahelyemen, mert egyik napról a másikra megváltozott az életem, nem csak nekem, hanem gondolom a ti életetek is. Akkor történt ugyanis, hogy kaptunk egy e-mailt a menedzsmenttől, mert melyben jelezték, hogy hétfőtől nem kell bemennünk dolgozni. Na ez nem azt jelentette, hogy mindenki ki van rúgva, hanem azt jelentette, hogy természetesen otthonról kell dolgoznunk. Hát a home office az korábban sem volt idegen számunkra, korábban is voltak a home office napjaink, igaz, hogy csak havi 2, bármennyire is szerettünk volna többet, de március 13-án megváltozott minden, és azóta is én itthonról dolgozom. Akkor, amikor megkaptam ezt az e-mailt, hirtelen az volt az első gondolatom, hogy hú, ez a egyik legjobb dolog, ami valaha is történhetett velem. Ez most lehet, hogy hülyén hangzik, mert lehet, hogy azt hiszik az emberek, hogy örülök a koronavírusnak, holott korán sincs így, és nagyon is sajnálom azokat az embereket, akiknek az élete még inkább megváltozott, mint az enyém, akik elvesztették munkájukat, elvesztették egzisztenciájukat a koronavírus miatt. De nekem más szempontból volt ez egy jó dolog. Korábban is mindig itthonról szerettem volna dolgozni, már csak azért is, mert ezzel nagy naivan azt gondoltam, hogy meg tudom spórolni azt a körülbelül napi másfél órát, amit ingázással töltök. Végül is aztán bekövetkezett ez a home office, azóta is itthon vagyok, baromi jól érzem így magam itthon. Én nem tudom, hogy tudjátok-e, én eléggé otthonülős ember vagyok. Ahogy már mondtam valamelyik posztban, én ha itthon vagyok, engem kirobbantani se lehet itthonról. Persze vannak azért olyan dolgok, ami miatt azért elmegyek, vagy el kell mennem itthonról, de próbálom ezeket, vagy próbáltam is korábban ezeket lehetőleg minimalizálni. Szóval március óta én itthonról dolgozom, akkor azt hittem, hogy milyen szuper, persze itthon vagyok, bármikor abba hagyhatom a munkát, és lesz időm, mondjuk az a másfél óra, másfél-két óra, amit naponta elpazaroltam az ingázásra, azt fel tudom használni másra, akár a YouTube-ozásra is. Az élet felülírta az én korábbi terveimet, hát ránk szakadt az ég, ha lehet így fogalmazni, a munkában hirtelen beindultak a projektek, amiket gondoltunk, hogy akkor fognak beindulni, de nem úgy, ahogy végül is aztán elindultak. Ugyan az új projektek aláírása le volt állítva, de az előkészületi munkák azok zajlottak, jobban mondva elkezdődtek, úgyhogy rengeteg időt töltöttem konferenciahívásokon, napi 6-7 órát is akár, plusz még előkészületek voltak. Úgyhogy gondoljátok, hogy kisebb gondom is nagyobb volt annál, mikor befejeztem a munkát, hogy most ide üljek az asztalomhoz és megcsináljak egy videót. Hullafáradt voltam, az esetek többségében talán 5-10 perc alatt elaludtam a kanapén. Nem mint a korábban is nem történt volna ez, de most egyébként úgy éreztem, hogy nem csak hogy fáradt vagyok, hanem egy hatalmas nyomás is van rajtam, mert azért sokan számítottak rám, én voltam akkor az egyedüli szenior a teamben, akinek igazából kellett az információkat összehozni és előkészíteni ezekre a workshopokra, a meetingekre. Én még a koronavírus előtt egyébként megpályáztam egy vezetői állást, amit meg is kaptam volna, de visszaléptem. Aki kíváncsi arra, hogy miért is léptem vissza, arra majd lehet, hogy egy külön videó keretén belül válaszolok. Azóta egyszer fordult csak meg a fejemben, hogy talán el kellett volna vállalni. De nem bántam meg, hogy nem vállaltam el. Igaz, hogy az a fickó, aki helyettem jött, az egy másik teamből jött át hozzánk,
és hozta magával az ott a teamben megszokott dolgokat, amiket ugye elvárt nálunk is, hogy kicsit struktúráltabb, kicsit rendezettebb legyen a munkánk. Korábban, mivel kis team vagyunk, én IT-s vagyok egyébként, a beosztásom szerint Application Architect, de mivel kis team vagyunk, ezért mindenki mindent csinál, hát én csinálom az igényfelméréstől kezdve, a kivitelezésen át, a fejlesztésen át egészen a tesztelésig az egész folyamatot egy-egy adott új igényre, és természetesen hozzánk csapódnak be a hiba bejelentések is, nekünk kell kivizsgálni, nekünk kell javítani esetlegesen, vagy tovább küldeni mondjuk egy globális teamnek, hogyha rájuk vonatkozik a hiba, és emellett meg hát itt voltak a projektek is, amikkel foglalkozni kell. Úgyhogy lényegében naponta mi csak tűzoltást csináltunk, nem volt arra nagyon idő, hogy valamit is komolyabban átgondoljunk, kivéve az új dolgokat, arra azért próbáltam időt szakítani, úgyhogy eléggé ránk szakadt az ég az elmúlt x hónap során, és próbáltuk, mivel az új főnök jött, próbáltuk a úgymond ezt a lemaradást is, vagy valahogy ezt a káoszt, amiben dolgoztunk, valamilyen szinten struktúráltá tenni. Hát eltelt pár hónap, én úgy éreztem egyébként, hogy óriási nyomás van rajtam, mert sokan számítottak arra, hogy én is alkalmazkodjak ehhez az újításhoz, ami nem ment könnyen, bevallom nektek, és éppen azért, mert nem ment könnyen, kicsit túl is idegeskedtem magam, és annyira, hogy már szinte egészségügyi problémáim is voltak belőle, vagy tőle, és utána megfogadtam, vagyis hát közben a betegszabim alatt megfogadtam, hogy amint letelik ez az idő, próbálok egyensúlyt találni a munkám és a szabadidőm között. Hát elmentem szabadságra, az idei nyaralás az nem volt valami nagy, de annak ellenére, hogy nem volt hosszú, vagy nem volt olyan nagy léptékű, azért elég jól kipihentem magam. Budapesten voltam egyébként, akkor voltam utoljára Magyarországon, ez augusztus második felében volt, még a határzár előtt, és miután visszajöttem, úgy döntöttem, hogy szépen struktúráltan fogok én is dolgozni, igazából nem fogom nagyon idegeskedni magam, ami belefér abba a 8-9-10 órába, az belefér, ami nem, az halasztódik másnapra, egyszerűen nem lehet állandóan ezeken a dolgokon idegeskedni, meg a dolgokra gondolni. És most már itt vagyok, azt hiszem harmadik, negyedik héten a szabadságom után, és úgy látom, hogy most kezd úgy visszabillenni minden a korábbi kerékvágásba. Hát én azóta is itthonról dolgozom, vagyis hát egy napot bementem egyébként a munkahelyemre taxival, vagy Uberrel, vagy Bolttal, már nem is tudom valamelyikkel, csak azért, hogy az ebédjegyeimet elhozzam, ez is aztán ilyen. Be akartam menni dolgozni, hogy legalább egy napot ott legyek, de hát mivel fél évig nem voltam bent a munkahelyemen, ezért a gépemet kivették, az asztali gépemet kivették a domainból, és a laptopomat meg nem vittem magammal, mert minek gondolná az ember, ha van ott egy asztali gép. Na szóval bementem fölöslegesen, egy picit elbeszélgettem ott a kollégákkal, 60-an vagyunk, azt hiszem a központban, vagy 70-en, nem is tudom, mindegy, abból voltak talán 5-6-an bent a munkahelyemen, és a menedzsment továbbra sem kényszeríti az embereket arra, hogy bejárjanak. A legtöbb ember egyébként otthonról dolgozik, és valószínűleg ez az egész dolog, ez a home office-os dolog, hát évvégéig biztosan megmarad, de ahogy itt hallom a politikai lépéseket a politikában, valószínűleg jövő év végéig próbálnak előre tervezni, úgyhogy szerintem addig én itthonról fogok dolgozni. Na, ennyit akartam egyébként elmondani azzal, hogy eléggé elfoglalt voltam az elmúlt időszakban. Szerencsére túléltem, az egészségügyi problémáim is elmúltak, és most már eléggé rendben vagyok, már az egyensúly is megvan a munka és a szabadidő között, úgyhogy most rátérnék a YouTube-ra. Először is nagyon örülök, hogy elértem az 1000 feliratkozót, korábban nem köszöntem ezt meg senkinek, úgyhogy most megteszem. Köszönöm nektek, hogy elértem ezt a mágikus számot, amit korábban azt hittem, hogy soha az életben nem fogok elérni. És már csak ezért sem fogom abba hagyni, úgyhogy mindenképpen tervezek videókat, azt nem tudom, hogy milyen rendszerességgel, azért megpróbálok most már minden olyat bemutatni,
amit érdemesnek találok arra, hogy bemutatásra kerüljön. Hát korábban egyébként csomó tervem volt, amiből hát nem lett szinte semmi. Szerettem volna a facokat bemutatni, szerettem volna a HDZ-tákat, szerettem volna a mantalabokat, mert ebből szinte a mantalabból és a facból megvan a teljes sorozatom. Rengeteg steelbookom van, ami szinte napi szinten érkezik innen, onnan, amonnan a világból. És korábban féltettem egy csomót kibontani, most már úgy vagyok vele, hogy elfogyott a helyem, úgyhogy ki fogom bontani, bemutatom, aztán ami olyan, ami nem tetszik, az valószínűleg majd talán, ezt még nem mondom 100%-ra, ezt még el kell gondolnom, mert ez a szobám is most van kialakítás alatt, jobban mondva a végleges layout, a végleges elrendezés most kerül majd kialakításra, erről majd egy külön videóban szeretnék beszélni. Úgyhogy legalábbis szeretnék minél több dolgot majd bemutatni itt a csatornán, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Most már nem akarok ígérgetni semmit, mert az életem úgyis felül fogja írni azt, amit én tervezek, úgyhogy nem nagyon szeretnék tervezni. Lesz, ahogy lesz, minden esetre nem akarom abba hagyni, ez a lényeg, úgyhogy lesznek még videók. Úgyhogy ennyit szerettem volna csak elmondani itt, 6 hónapnyi kihagyás hallgatás után, úgyhogy ennyi volt ez a videó, remélem, hogy velem maradtok továbbra is, hamarosan találkozunk egy új videóban. Ja, addig legyetek jók, sziasztok!